Lusz Csillával, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjével arról beszélgettünk, hogy befejeződött a tanév, elkezdődik a tábori szezon. Június 15-én volt az utolsó tanítási nap, és másnaptól beindult a szokásos június végi kéthetes nyári ügyelet azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei nem tudják megoldani a szabadságot. Az iskolából a gyerekek már elmentek, otthon vannak, de még találkozhatunk gyerekekkel, hiszen 15-én volt az utolsó tanítási nap, és 16-ától pedig beindult a szokásos június végi kéthetes nyári ügyelet, amikor is azon családok kérhetnek ügyeletet gyermekeiknek, akik nem tudják megoldani a szabadságot, és így ők tudnak dolgozni tovább. Ezzel párhuzamosan az EFOP-os Csodaszarvas elnevezésű projekt tábora is elkezdődnek, ami az iskolában mintegy 130 gyermeket érint, akik 6 tematikus táborban vesznek részt. Egy-egy művészeti és sporttáborban 22 gyermek van, és 5 napközis és egy orrfűi bentlakásos tábort valósítanak meg. Az ügyelet mellett beindultak az EFOP-os Csodaszarvas elnevezésű projekt táborai. Ez iskolánkban mintegy 130 gyermeket érint, 6 csoportban, tematikus táborokban vesznek részt a gyerekek június utolsó két hetében. Ezek a tematikus táborok a művészetek, illetve a sport köré szerveződtek. Egy-egy csoportban 22 fő gyermek van. 5 napközis tábor, illetve egy bentlakásos tábort valósítanak meg a kollégák. A bentlakásos tábor során a Dunántúlra, Pécs környékére, Orrfűre utaznak a gyerekek egy hétre, és ott töltik ezt a hetet, és ismerkednek meg az ottani látványosságokkal, illetve szereznek újabb ismereteket. A Csodaszarvas program által szervezett táborok nagy mértékben hozzájárulnak a gyermekek képességfejlesztéséhez, illetve az általános ismereteik bővítéséhez. Annyit érdemes elmondani ezekről a Csodaszarvas program által szervezett táborokról, hogy nagy mértékben hozzájárulnak a gyermekek képességfejlesztéséhez, illetve az általános ismereteinek a bővítéséhez, hiszen nyáron szabad keretek között ismerkednek nevezetességekkel, itt a bentlakásos tábor során, illetve itt az iskolában a különböző foglalkozások során szereznek újabb ismereteket. A gyerekeknek nem kerül pénzbe a tábor, a pályázat mindent finanszíroz. Ez nem kerül a gyermekeknek pénzben, mindent finanszíroz a pályázat, és a pedagógusok is kapnak ezért juttatást, tehát munkaidőben, illetve külön juttatásért látják el ezt a feladatot. Minden gyermek, aki szeretett volna ezekben a táborokban részt venni, az bekerült, így sok hasznos ismerettel és élménnyel gazdagabbak lesznek a nyáron.